Sziasztok, Márkosi Balázs vagyok, ez itt a Nespresso Masterclass. A mai napon arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell úgy kóstolni, mint egy profi. Górcső alá veszünk olyan dolgokat is, amit a mindennapi teendőink közepette, amikor leülünk kávézni, nem biztos, hogy mindig megfigyelünk. Ilyen a csésze formája, anyaga, vagy akár a kialakítása, hiszen ezek a tényezők nagyban befolyásolhatják azt, hogy milyen illatok jutnak az orrunkba, és ezáltal milyen íz képzete lesz az adott kávénak. Értsük ezt most meg jobban. Az első a tradicionális, igazi klasszikus porcelán, nem véletlen, hogy az olaszok is ezt választják, hiszen egyrészt tartja a hőt, másrészt pedig a fehér miatt nagyon szép kontrasztos lesz benne a kávé, és az olajok feltapadnak a falára. A kávékóstolás minden érzéket bevonó élményé változhat, hogyha elkezdünk olyan apróságokra is figyelni, mint a látás. Először a szemünkkel vizsgáljuk meg a kávét. El is készült a kávénk, a tetején pedig a magas nyomás miatt egy krema réteg rajzódik ki. Ebben rejlenek az illatok. Mielőtt tovább állnánk, megmutatnám a következő, az üveg pohárban rejlő szépségeket és az úgynevezett Guinness effektust. Látjátok? Itt látható a krema réteg összerendeződése, ezt nevezzük Guinness effektusnak. Nézzük is meg az olaszok egyik kedvelt módszerét arra, hogy hogyan értékeljük ki a krema minőségét. Én személy szerint egy kicsit más módszertant szoktam használni, az olaszoknál nagyon népszerű az úgynevezett cukorpróba. A cukorpróba során rátesszük a cukrot a kávé tetejére, ennek pedig egy szép, lassú, ellenálló rétegnek kell lenni, ami egyenletesen nyeli el a cukorréteget. Az én kedvenc vizsgálati módszerem az pedig a kanállal történő vizsgálat, amikor meg tudjuk nézni a gazdag krema réteget, és egyébként ezen a ponton be is vethetjük a következő érzékszervünket, a szaglást. Amikor a kremát félrehúzzuk, megszagoljuk, megpróbáljuk megérteni, hogy mit találunk az illatokban. Figyeljünk azonban arra, hogy amikor egy kávét kóstolunk, ezt mindenképpen a reggeli krémezés és parfümözését tegyük meg, hiszen teljesen meg tudja változtatni az egész aroma karaktert. Van egy harmadik módszer is, amit úgy hívunk a kolumbiai módszer. A kezünket ráhelyezzük természetesen kézkrém nélkül, körülbelül 3 másodperc után pedig megszagoljuk a feláramló illatokat és elraktározzuk a memóriánkba. Az íz memória kialakulása hosszú folyamat, tehát ne aggódjunk amiatt, ha elsőre nem tudjuk megfogni, hogy ez egy gabonás, egy virágos, vagy milyen aroma karakter. Egész egyszerűen csak élvezzük. Már ezzel a néhány gyakorlattal is nagyon sokat tettünk azért, hogy gurmévá váljunk. Térjünk is át a professzionális kóstoló poharakra. A legelső az Intense pohár. Ezt a pohárcsaládot egy boros poharakkal foglalkozó cég fejlesztette ki, kristályüvegből készülnek, és minden pohár formája éppen az adott kávé intenzitásához igazodik. Ez például az intenzív kávékhoz lett kitalálva, befelé szűkülő, szájával ugyanis összegyűjti a csokoládés, fás és egyéb fűszeres illatokat. Ehhez kiváló választás az indonéz kávé, ami minden ilyen jellegű kritériumnak megfelel. A második, a lágy kávékhoz kifejlesztett úgynevezett mild pohár, ehhez pedig az etióp kávét választottam, hiszen ez az egyik leglágyabb kávéölleményünk, illatos, virágos és aszalt érett gyümölcsökre emlékeztet, tehát egy tökéletes párosítás ezzel a pohárral. Ezzel el is érkeztünk a harmadik poharunkhoz, ami a Lungo, ez direkt a hosszú kávékhoz lett kifejlesztve, ehhez a Columbia kávét választottam, ami egy vibrálóan gyümölcsös, kicsit vörösboros jegyeket hordozó kávé különlegesség. Jó a Master Origin Range-ben az, hogy akár hosszú, akár rövid kávéként is elkészíthetjük őket.
ezzel el is érkeztünk a kávé pillanatunk legizgalmasabb momentumához, ami a kóstolás. Direkt szürcsöltem, tegyetek ti is így, ez arra jó, hogy egyrészt elteríti a nyelveteken a kávét, másrészt pedig szétporlasztja. A kávéban közel 900 aroma komponens van, tehát a megértése sok-sok gyakorlást igényel. Arra biztatlak titeket, hogy figyeljetek oda, hogy milyen ízeket, illatokat fogtok meg, és kóstoljatok minél többet. Remélem élveztétek a mai Masterclass-t. További kávés tartalmakért nézzetek fel a weboldalunkra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Sziasztok!